A szankciók nagy része a személyek elleni szankció vagyonbefagyasztásról szól, és utazási korlátozásokról. Azt lehet elmondani, hogy az, hogy a orosz oligarchák vagyonát befagyasztják, nagy valószínűséggel nem érinti a magyar inflációt. Az utazási korlátozások a orosz állampolgárok ellen érinthetik Magyarországot, tehát például Hévíz számára nagyon hiányozhatnak az orosz turisták. Nem egészen látom azt a logikai kapcsolatot, mi szerint az, hogy elmaradnak a turisták, az valamilyen módon a magyar inflációt növelni. Egyetlen egy esetben merülhet fel, hogy tényleg érinti Magyarországot, ez az energiaszankciók, de nagyon fontos, hogy a gázt a szankciók nem érintik, a vezetékes olaj pedig kivételt kapott, tehát konkrétan ez sem érinti Magyarországot. Lássunk tisztán!